A másnap szót tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt találták ki ennek a rendezvénynek. Ezt a szót tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt találtuk ki ennek a rendezvénynek, hiszen Kisújszálláson már most 9. alkalommal lesz megrendezve, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez Karcagon is most már hagyománnyá válik. Ez a másnap azt jelenti tulajdonképpen, hogy azokat a gyerekeket, felnőtteket, fiatalokat elfogadjuk, lássuk be azt, hogy nekik is vannak értékeik, ők is lehetnek tehetségesek valamilyen területen. Végül is az is a lényege, egyrészt, hogy itt a városközpontban legyünk, és hogy az óvodások, általános iskolások, és ugye a mi kádasos gyermekeink együtt mutassák be, hogy mit tudnak, együtt szerepeljenek, együtt játszanak, hiszen itt lesznek a sok-sok tér, amin majd ki lehet próbálni mindenféle fejlesztőeszköz, játékot, kézműves műhely, arcfestésre is lesz majd lehetőség. És nagyon örülünk neki tényleg, hogy az óvodások is itt vannak közöttünk, és így már egészen picikorban megtörténik az elfogadás és az együttevékenykedés. A nap során felléptek az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakosai, pedagógusai, táncoltak a kádasos gyermekek, a Dalma Dance Club karcagi tagozatosai modern tánccal, a Kúten utcai óvodások mesével léptek fel. Karcagi Nagy Zoltán és Andi pedig interaktív gyermekműsorral válta a jelenlévőket. A KSC Varró István szakiskola ápoló hallgatói, akik egy ambubabán az újraélesztést bemutatták a gyerekeknek.